Augusztusi adásunk egy kicsit rendhagyó módon fog zajlani, hiszen a falunap keretében köszöntöm ma este vendégeimet. Elsőként engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Lassó István polgármestert. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A mai nap a kötetlen szórakozás jegyében telik, hiszen falunap van itt a községben. Egy kicsit elevenítsük fel ezeknek a hagyományát, a fontosságát. Mit is kell tudni az idei rendezvényről? Valamikor a falunap egy egyesületi találkozóval indult, annak a felismeréseként, hogy a településen nagyon sok egyesület közösség működik, 13 jelesül, amelyekben dolgozó, tevékenykedő tagok nagyon jelentős módon segítik a település életét, fejlesztését, mindennapi gondjainak a megoldását. Az ő részvitelükkel szerettünk volna egy közösségi találkozót, akkor egy köszönetet mondani ezzel a megvendégeléssel, egy ilyen találkozóval, és aztán később ez az egyesületi nap nőtte ki magát falunappá, és hát így most már nagyon régóta közösségi szinten szervezzük ezt a találkozót úgy, hogy az egyesületek itt vannak, változatlanul jelen vannak a rendezvényen, ők főznek, tagokkal vannak itt, és ezt a programot nyitottá téve várjuk ide a település valamennyi lakóját a mai napon is. Hiszen, ha már ahogy említette, 13 egyesület működik, akiknek nem csak az a fő feladatuk, hogy a közösségi életet egy kicsit felpesdítsék, szinten tartsák, hanem nekik köszönhetően jelentős pályázati összegeket is sikerült elnyerni az önkormányzatnak. Ezekről sejtsünk egy pár szót. Igen, ezeket a közösségeket, ezeket a közös érdeklődés, a közös tevékenység tartja össze, és azok a baráti kapcsolatok, amelyek ennek révén létrejönnek, de ezeknek a tevékenységek a részeként ők vállalnak gyakran
olyan feladatokat is, amelyek túlmutatnak az egyesületnek a keretein, tehát községi, közösségi célt, települési célt szolgálnak. Ebben nagyon jó partnerre talált bennük a település önkormányzata, és valóban az elmúlt években, talán most már mondhatnánk, hogy évtizedekben is, egy nagyon jó kapcsolat alakult ki e tekintetben a települési önkormányzat és a község jelentős egyesületei között, amely abban nyilvánult meg, hogy ha probléma jelentkezett a településen egy óriási viharkára kis erdőben jó néhány évvel ezelőtt, akkor mozgósítani tudta őket, és a kérésünkkel jöttek, segítettek a kárelhárításban, rendben karban tartják a település bizonyos részeit, lásd a Nőklábadit Egyesület a Nagyatádi út bejövő szakaszán alakítottak és gondozza azt a virágos részt, ami egy beköszönő, figyelmes, szép településképet mutatott az ideérkezőknek. A legényegylet nagyon sokat dolgozott a tájház épületeinek a megépítésén, a méhes elkészítésén, a gémeskút felállításán. A Nők Lábodért Egyesületet említettem az imént, a Hölgykoszorú Klub nagyon sok olyan seregszemlén, nagyon sok olyan rendezvényen vesz részt, ahol reprezentálja a településnek a kultúráját, kulturális életét, és ő maga is vállal fellépéseket ezeken a községi rendezvényeken. A Tűzoltó Egyesület pedig hasonló módon minden évben megméretteti magát, a tűzbiztonság tekintetében működik velünk együtt. A sportegyesület pedig lehetőséget ad a település fiataljainak a rendszeres sportolásra. Tehát ez volt az alap kiinduló pontja, majd pedig találtunk olyan más kapcsolati rendszereket is, amelyben különböző település fejlesztési célok mentén tudtunk együttműködni, hiszen például a Kábel TV Egyesülettel, a Vadászati Múzeumnak a átépítése, épületfelújítása, berendezése egy nagyon jelentős feladat volt az elmúlt években, amelynek a létrejöttét egyébként a Lábodi Legény Egylet kezdeményezte annak idején. Hasonló módon tudtunk együttműködni a Tűzoltó Egyesülettel, egy nekik és az önkormányzatnak is nagyon jelentős tűzoltó szertárfelújításon, amely a TSZ régi kazánházának a megújítását jelentette. A Nők Lábodért Egyesület rendszeresen sikeres gyermeknapokat és egyéb gyermekrendezvényeket, nyári táborokat szervez, és hát olyan kapcsolatuk is épülnek mindez mentén, amelyek fontosak a településnek. A Sportegyesület és most már a Hölgykoszorú Klub is horvátországi kapcsolatokat ápol a Herezsin településsel, a református gyülekezet, magyarlónai gyülekezettel évente visszatérő, oda-vissza látogatáson alapuló kapcsolatrendszert alakított ki, tehát gazdaggá teszik, gazdagítják ezek az egyesületek és ezek a közösségek, ezek a programok a településnek az életét, és hát ezért működünk mi szívesen együtt valamennyiükkel, és segítjük az ő munkájukat. Jövőben terveze hasonlót valamelyik egyesülettel, valamelyik épület felújítását, vagy esetleg egy új létrehozását? Most újul meg az uniós pályázati rendszer, nem lehet még azzal látni a konkrét célokat, tehát ilyen konkrét látható elképzelésünk nincs már. Egyelőre nincs még, inkább így kell ezt talán mondanom. De mindennapi együttműködésünk van ettől függetlenül, hiszen pont most a nyáron szervezi a református gyülekezet a református nyári táborát, most jönnek a Magyar Lónai Hit közösségnek a vendégei, akiknek a itteni vendégüllátását, itteni itt létét szeretnénk egy kicsit mi is segíteni. Örömteli volna számunkra, hogyha fellépnének az augusztus 20-ai kenyérszentel ünnepen, erről is váltottunk szót az elmúlt napokban, és hát a mai nap is egy ilyen példája az együttműködésnek, hiszen a Nők Lábodét Egyesület egy pályázaton elnyert támogatásából valósul meg részben a mai falunapnak a gyermekprogramja, amely az óvoda udvarában most egy falunapi játszóudvart rendez be nagyon sok érdekes játékkal. Tehát az együttműködés az napról napra folyamatosan zajlik és folyik, és biztos vagyok abban, hogy a következő hónapokban, inkább így lehet most fogalmazni, ez újra megújulhat különböző fejlesztési céloknak a közös megvalósításában is. A nyári időszakban az önkormányzat gondoskodik azokról a fiatalokról, akik hátrányos helyzetben élnek itt a településen, hiszen gyermekétkeztetésben részesülhetnek. Hány főt érint ez, hogyan sikerül az önkormányzatnak, vagy milyen forrásból sikerül az önkormányzatnak ezt megvalósítani? Ebben az évben harmadik alkalommal szervezzük meg az óvodai konyhára alapozva a nyári gyermekétkeztetést. Erre egy kormányzati pályázati rendszer ad lehetőséget, amely az önkormányzatok ilyen célú szándékát pénzügyileg támogatja. Ebben az évben is sikeresen pályáztunk, és ez arra ad lehetőséget, hogy a nyár két hónapjában 115 rászoruló gyermeknek biztosítsunk mindennapi ebédet hétköznapi időszakban a gyermekétkeztetés keretében.
Én azt gondolom, hogy van is erre igény, és ha egy ilyen igény megjelenik most és a jövőn, akkor mi készen állunk arra, hogy ezt kiszolgáljuk, tehát szervezzük ezt a nyári gyermekétkeztetést. Én azt remélem, hogy ez a családoknak jelentős segítséget nyújt, jönnek és viszik is az ebédet, hiszen éthordós rendszerben tudjuk kiszolgálni a gyermekeket, és hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés egyrészt a központi költségvetés részéről, a kormányzat részéről, másrészt pedig az önkormányzat is ebben partnerként jelenik meg minden évben. És ha már szóba került augusztus 20-a, akkor egy pár mondattal invitáljuk a lábadiakat erre az eseményre is, hiszen egy nagyon szép ünnep szokott ez lenni a település életében. Igen, az elmúlt években az augusztus az azért volt egy kicsit gazdag és terhes a számunkra, mert a falunapot is az augusztus 20-a előtti szombaton rendeztük a településen, és azt követően 20-án a tájháznál a kenyérszentelő ünnepünket. A falunap az a tavalyi évben már előre jött júliusra, és úgy döntöttünk a képviselőtestülettel, az egyesület vezetőivel, hogy előre hozzuk egy biztonságosabb időjárási körülményeket jelentő július hónapra. Így most a mai napon került ez megrendezésre, és az augusztus 20-a így egy kicsit szellősebb, kicsit távolabbi rendezvényként fog megjelenni. Ebben az évben is a községi tájháznál az asszonyok egy nagyon finom kemencés kenyeret készítenek, egy augusztus 20-ai megemlékezéssel, kis műsorral szeretnénk megünnepelni nemzeti ünnepünket, és hát erre is hívjuk és várjuk a település lakóit ez alkalommal is, és majd meghívóval augusztus 20-a előtt is. Köszönjük szépen, polgármester, és további jó szórakozást kívánunk. Köszönöm szépen. Adásunk folytatásában tisztelettel köszöntöm dr. Tóth Lászlónét, a Nők Lábadért Egyesület elnökét. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok a kedves nézőknek is, szervusz! Beszélgessünk akkor a falunapról, mit is kell tudni, hiszen ahogy polgármester úr említette, részben ugye az egyesületnek köszönhetően sikerül ilyen színes és gazdagá varázsolni ezt a napot. Igen, a Nők Lábadért Egyesület pályázott egy pályázati alaphoz a gyereknapnak és a gyerektábor megvalósításához egy elég jó kis pályázatot adtunk be, és miután a pályázat nyertes is lett, csak az eredményről a programok lezajlása után értesültünk, ezért most ott maradt egy kis olyan pénz, amit el lehetett költeni, és úgy gondoltuk, hogy akkor a lábodi falunapnak a megszínesítéséhez hozzáteszünk még ezt a pót gyereknapot, és így az óvoda udvarán egy igazi gyerekparadicsomot hoztunk létre. Ez miből áll ez a gyerekparadicsom? Hát két trambulinunk is van már, ugye ez saját, úgyhogy meg is marad itt ez a következő, bármilyen rendezvénynek a lebonyolításához ezt kölcsön lehet kérni, ahol gyerekek vannak. Óriás csúszda, ilyen az elején ilyen kis érdekességekkel, és van egy kalandpálya, ez már volt itt egyszer nálunk, ez egy nagyon érdekes és nagyon jó a gyerekeknek mozgásfejlesztés szempontjából is, meg egyébként nagyon érdekes is. Kézműveskedés is van, az szintén ott az óvoda udvarba, és természetesen lehet használni ilyenkor az óvodában levő egyéb játékokat is, amik az udvaron vannak. És a gokártról is említsünk egy pár szót, hiszen az nem maradhat ki egy rendezvényről sem. Igen, igen, most itt van egy, tényleg itt van a gokárt is, le lett zárva egy rövid rész itt az óvoda mellett, ezen a közlekedőn, amin amúgy is csak azok közlekednek, akik javarészt itt laknak, és akkor itt nagy élvezettel hagyják ezek a fiatal fiúcskák a gokártot, ez nekik nagyon-nagyon élvezetes. És ugye eddig beszélgetünk elsősorban a gyerekekről, hiszen ez a része ez róluk szól, de beszélgessünk a felnőttekről és az egyesület tagjairól is. Főztök, ha bár nem főzőverseny van, de mivel készülnek a hölgyek erre a napra? Igen, hát nem főzőverseny, de hát azért mégis mindenki főz, egyrészt azért, hogy tudjuk egymást megkínálni, vagy az egyesületi tagok tudjanak egy közös vacsorát majd tartani. Meg hát egyébként is hozzá is tartozik ez már ezeknek a rendezvényeknek a lebonyolításához az, hogy főzünk. Mi egy giroszos csirke mellett főzünk zöldségekkel, és fánkot csinálunk mellé lekvárral, meg ki mit hozott otthonról azzal megszínesítve. És egy kicsit, ha előre tekintünk, akkor ebben az esztendőben milyen programokat szervez még az egyesület, illetve vesz-e részt egyéb programon? Hát most a következő program, ugye ez az augusztus 20-i előkészületek, a kenyérdagasztás, új kenyér ünnepe a tájháznál, annak azért a helyszíne megmarad a tájház, ahol
úgy tudom, hogy mi ugyan nem szoktunk föllépni, de az egyesületek, illetve jól tudom, itt lesznek az Erdélyből a református testvér gyülekezet, és ők fognak ott még szerepelni. Mi elsősorban a kiszolgálást fogjuk itt is adni. Aztán szeretnénk az egyesületi tagoknak egy kirándulást még, hogy pontosan augusztus-szeptember lesz, azt nem tudom, de egy kis ilyen csapatépítő jelleggel lesz még mindenképpen megcsináljuk. Még van egyéb is a tartsajunkban, de arról most nem szeretnék beszélni. És hát természetesen majd jön az őszi, az a bál, az egyesületünknek a bálja, ami most már évek óta nagy sikere van. Azt hiszem, hogy jó az időzítés, ez a kora őszi időpont, ez az október, és hát akkor utána már elsősorban a karácsonyra készülődés, az advent, a várakozás, karácsony, a karácsonyi műsorban a fellépés, annak az előkészülete, ugye ilyenkor már másfél-két hónappal előtte elkezdünk készülni rá, kiválasztani, hogy mi legyen az, amit szeretnénk előadni, annak a begyakorlása, úgyhogy ezek lesznek még ennek az évnek a tevékenységei. Nem fognak unatkozni az egyesület tagjai. Én köszönöm szépen a beszélgetést, a mai napra pedig további kellemes napot kívánok. Köszönöm szépen, én is mindenkinek szép estét. Adásunk folytatásában tisztelettel köszöntöm Nagy Balást, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét, szia, és köszöntöm a nézőket is. A falunap keretében beszélgetünk egy kicsit kötetlenebb jelleggel, de mielőtt rátérünk a mai rendezvényre, értékeljük az elmúlt időszakot, hiszen mozgalmasan telt a tűzoltók számára. Mit kell tudni róla? Igen, hát az idei év csak úgy, mint az egyesület ezt korábbi megelőző éve is, rendkívül mondhatom, hogy sikeresek és mozgalmasak voltak. Hagyományos rendezvényeinket az idei évben is sikerült megrendezni, gondolok itt a családi napra, vagy gondolok az önkéntes tűzoltó egyesületeknek a versenyére, ahol a dicsőséges negyedik helyet sikerült holt versenyben megszereznünk. Ennek ellenére, hogyha nem is annyira a közösségi életet vagy a közösségi munkát tekintjük, hiszen az egyesület fő célja elsősorban a szakmai segítségnyújtás a településen élők számára, akkor az arra mindenképpen szeretném felhívni, vagy megragadva az alkalmat a tisztelt lakosság figyelmét, hogy jelenleg is, jelen pillanatban, mai nap is tűzgyújtási tilalom van, és ezt a mai napon aztán túlzottan nem is kell ecsetelni ebben a 34 fokos melegben, hogy ennek a betartása aztán fokozott körültekintést és fegyelmet igényel. Hiszen az önkéntesek gyakran leszoktok segíteni a hivatásosoknak. A mai napon is itt vannak, illetve ők is képviseltetik magukat, meghívtátok őket, milyen a kapcsolat velük? Így van. Hála Isten, a korábbi éveknek megfelelően nagyon jó, szoros a kapcsolat, és mondhatom azt, hogy a szakmai segítségnyújtáson túl ez már baráti kapcsolat is, és akár mikor hívjuk őket, ők remélem, hogy teljesen önként és teljesen tiszta szívből jönnek mindig, és minket is ugye jó érzéssel tölt ez el, hogy egy kicsit legalább vendégül láthatjuk őket. És a mai napról, ami a kötetlen beszélgetés, illetve a szórakozás egyében telik, ti mit főztök, és hányan is vesztek részt a falunapon? Igen, hála Isten, az egyesületünk mindig jelentős létszámmal képviselteti magát ezeken a falu vagy községi programokon. 35-38 fő az előzetes, mondom így, akkreditáció szerint, tehát az előzetes igényfelmérés alapján. Remélem, hogy így a nagy melegre való tekintettel mindannyian meg is fognak érkezni. És én nem tudom, hogy a többi egyesület mit fog készíteni a mai napon. Mi babujást főzünk. És beszélgessünk még a jövőbeli tervekről, célokról, hiszen ha jól tudom, akkor egy beszerzés is folyamatban van. Erről mesélj nekünk, mit kell tudni, mivel gyarapodik az egyesület. Az egyesület sikere a már hagyományos pályázati eszközbeszerzésen túlmenően, arra az idei évben is benyújtottuk a pályázatunkat a katasztrófavédelmi kirendeltséghez Kaposvárra. Reményeink szerint ez a pályázat is majd eredményes lesz, és ennek keretében eszközöket fogunk beszerezni. Ez értékét tekintve egy kisebb volumenű pályázat, és amit te említettél a kérdésedben,
hogy sikeresen pályázott az önkormányzat az MVH vidékfejlesztési programon keresztül egy kis buszra, és hála Isten ezt sikerült is elnyernünk. Az előzetes elképzelések szerint a szeptember-október folyamán tudja majd birtokba venni ezt az egyesület. 8 millió forint összegű támogatást sikerült így az egyesület számára megszerezni, amihez közel 2 millió forintos önerőt kell majd az önkormányzatnak, ugye az egyesületnek biztosítani, de egyik szavammal megelőztem a másikat, az nagy valószínűséggel az önkormányzat fogja majd tudni biztosítani az egyesület számára, hiszen a pályázat utófinanszírozott, ahogy az összes többi pályázat is. Ezzel úgy gondolom, hogy a szakmai munkákat a kisbusszal hatékonyabban fogjuk tudni ellátni, és ezen túlmenően a községi feladatellátásba is magasabb szinten fogunk tudni majd a busz segítségével részt venni. Hát kívánom, hogy így legyen, ma viszont akkor szórakozzatok, érezzétek jól magatokat, kapcsolódjatok ki. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Hogy éreztétek magat lábodról? Először arról beszélgessünk. Hát ilyen fantasztikus időben csak is jól érezhetünk magunkat. Csodálatos volt a közönség, úgyhogy nem panaszkodunk, az biztos. Hát a produkció az 2005-ben született, édestől most már 10 éve. Természetesen voltak ilyen jobb meg rosszabb időszakok, mint mindenben természetesen, de most már azt gondolom, hogy jó ideje a jobb időszakokat mondhatom. Borzasztóan sokat járunk fellépni, ezt nagyon-nagyon szeretjük. Ha rossz van benne, az egyetlen dolog a rengeteg autózás, de megéri a közönség miatt. Mindig van terv, aztán a nyár az mindig elúszik sajnos a fellépésekkel, vagy sajnos, vagy nem sajnos, úgyhogy ősszel lesz szerintem időnk és energiánk arra ősszel télen, hogy új dalokat készítsünk. Általában ez itt szokott lenni, mindig tervezzük nyárra, és soha nem jön össze, mert a nyár az pillanatokkal telt el. Adásunk folytatásában vendégem Herman László, a Legényegylet elnöke. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok, szia! A falunap keretében beszélgetünk egy kötetlen beszélgetéssel. Mivel készültetek a mai rendezvényre? Mi készül a bográcsban? Két étellel készültünk. Először lesz egy lángos, utána pedig csülök és körömpörkölt. Hányan vesztek részt? Mert úgy eszem észre, hogy a jelenlévők közül az egyesület nagyon aktív. Igen, igen. Nálunk azért a 30 fő körül van a létszám, de hát abból a 20 ember mindig megjelenik. Valószínűleg most még ma többen leszünk, ugye a családtagok is majd jönnek, úgyhogy biztosan érjük a 30 főt is. Fontosak szerinted az ilyen közösségi rendezvények? Nem csak tehát a faluban lévő egyesületek összetartása miatt, hanem a Legényegyleten belüli összetartás miatt is? Persze, ezek nagyon fontosak. Hát ilyenkor találkozik mindenki mindenkivel, hát a máskor nem jövünk össze így. 20-30 ember nem tud egy helyen összejönni máskor. Milyen programokkal készültök még ebben az évben? Mentek-e kirándulni? Kirándulni voltunk. Most a következő programunk az Szijjágyban lesz a családi nap. Oda megyünk majd augusztus közepén. Utána jön a szület szeptemberben, és akkor megyünk még egy kisebb kirándulást lesz a Taranyi Szőlőhegybe.
Tisztelettel köszöntöm Fehér Györgynőt, a Hölgyköszorú Klub elnökét. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok! Ma alkotatlan beszélgetési a főszerep, és akkor mielőtt rátérünk a falunapra, egy kicsit értékeljük az elmúlt időszakot, hogyan sikerült a Hölgyköszorú számára, hiszen meg annyi fellépésen vagytok túl. Hát elég sűrű programja volt a Hölgyköszorú Klubnak, már kezdődött márciusban a 20 éves jubileumi ünnepség, májusban a legényegylettel májusfa kitáncolás, hát illetve április végére csúszott a dolog, mert rendezvények miatt és a rossz idő miatt ez egy rendhagyó májusfa kitáncolás volt, mert itt volt a művelődési házban az ünnepség megtartva, jelképesen egy virágvázába beszúrtunk, egy hosszabb ágatást salangoztuk ki, és akkor körbe táncoltuk, és a végén kihúztuk ezt az ágacskát, hát ez így történetet. Aztán ugye szerepelni voltunk májusban a művészeti szemlén is, ahol énekkel és tánccal készültünk. Konkrét, pontos adatom arról nincsen, vagy tájékoztatásom, hogy valamelyikkel tovább jutottunk a gálára, de én bízok benne, hogy valamelyik számmal biztosan, hiszen eddig minden alkalommal szerepeltünk a gála műsorán is. Aztán június végén Heresinbe voltunk, mert van egy 5 éves kapcsolat a kinti nő egylettel. 5 éves volt a kapcsolat, és vagy hát 5 évesek lettek a évforduló kapcsán, kint voltunk, ott viszont szerepeltünk, egy néptáncot adtunk elő, és aztán van egy néma jelenet a vasúti váróterembe való várakozásról, ugye nem kellett szót sem szólni, de mindenki mindent ért, mert hát ez egy olyan jelenet, és azért ezzel a jelenettel mentünk, hogy mindenki érthesse. Sikerünk volt, mert tapsoltak és nagyokat nevettek. Aztán voltunk kirándulni, és Kőszegen és Szombathelyen jártunk. Nagyon szép volt, akkor is elég meleg idő volt, de valahogy ott azon az Alpok alján mégis egy kicsit kellemesebb volt a hőmérséklet, a meleg ellenére is. És hát most van itt a főzőverseny, aztán augusztus 1-én viszont látogatásra jönnek a heresini hölgyek, arra pedig nagyon kell készülnünk, együtt jönnek a sportolókkal, úgyhogy közel 100 fő lesz a létszám, akik itt leszünk, majd remélhetőleg az is sikeres lesz. Hát nagy feladat vár ránk, mert a főzés, tálalást a hölgyek vállalták, és hát mi fogjuk ezt elkészíteni. Hiszen ugye a sportegyesülettel a heresiniek a kapcsolata 10 éves, ti pedig igen, a hölgyekkel ugye 5 éves, tehát jubilál mind a két egyesület, úgyhogy tényleg nagy rendezvény igen, lesz. Igen, igen, így van. És a mai falunapra mivel készültetek? A mai falunapra székelykáposztát főztünk, hát még soha nem készítettünk ilyen ételt, remélem, hogy ízleni fog a hölgyeknek. Mi úgy éreztük, akik készítettük, hogy nagyon finom. Jó dolognak tartod-e, hogy egy-egy falunap keretében az egyesületek így is összetartanak és összefognak, és nem csak így maga a Hölgyköszorú, hanem akkor ilyenkor mindenki itt van, és így építitek a kapcsolatokat? Hát végül is jó dolog volt, de szerintem egy kicsikét ezzel a szélsőséges időjárás miatt, mert egyre melegebb van minden évben, kicsit nehezebben megy a dolog. Lehet, hogy egy kicsit elfárad ez a dolog, nem tudom, lehet, hogy ezt csak én érzem így, de amúgy jó volt minden alkalommal, meg gondolom, hogy most is jó lesz, hát nem tudom, majd meglátjuk, hogy mit hoz a következő év. Hát bízunk, hogy jó lesz. Köszönjük szépen a beszélgetést, és további szép napot kívánunk. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm Futó Lajost, a Lábadi Medosz Sportegyesület elnökét. Jó est kívánok! Kedves Csokrom, én is viszont köszöntöm. Mielőtt beszélgetünk a falunapi programokról, illetve az egyesületről, tekintsünk egy kicsit vissza, hiszen nagyon sok minden történt az egyesület életében, nem csak a csapatnál, hanem magánál az épület felújításánál is. Értékeljük az elmúlt időszakot. Akkor kezdjük a játékosainkkal, a csapattal, jó? Mert nekem azok a fontosak. Igaz, hogy meghatározó az épület és annak környezete is, mert hisz akkor érzi az ember igazán jól magát, hogyha egy normális, elfogadható környezetben lévő öltöző és környezetében játszhat, focizhat és élvezheti azt a szeretetet, amit mi is adunk és kapunk tőlük viszont természetesen. A csapatról csak annyit, hogy a felkészüléseik már zajlanak, heti 2 edzés, kedden és pénteken edzenek a fiúk. Egy edzőmérkőzés volt Csokonyaviszontán, egy pedig pénteken lesz Aranyban. Kezdődik majd a bajnokság, ugye átigazolt játékosaink már vannak, erről boldogan beszámolhatok. Somogyszobról Bogdán Istvánt igazoltuk át csatárként, nagyon jó szívű és nagyon jó lelkes kisfiú. Károlyi Gábor tért vissza csapatunkba, ő Nagyatádban játszott.
és a Császár Kristóf van még kilátásban, hogy visszatér. És ezek úgynevezett fiatalítás elmélete a csapatban. Természetesen mi számítunk az eddig meglévő idősebb korosztályú játékosainkra is, de egyet tudomásul kell venni, hogy 20-25 perc, és akkor őnekik már a pálya széléről kell majd szurkolni a fiatal játékosainak. Akkor ők tegyék rá majd a tortára a felső kis krémet a győzelemre. És akkor, ha már szóba került, hogy akkor a megfelelő körülményeket tudják biztosítani nekik, ugye ennek apropójából ismét megszépül az épület, a sportöltözők a felújításáról mit kell tudni? Igen, hát egy előzetes információ alapján ugye már a községünk sportszerető és szurkoló tábora is már erről meggyőződött, hisz polgármester úrunk már tájékoztatta a közvéleményt. Ennek a bővítményeként ugye azt kell elmondanom, hogy hétfőn történik a műszaki átadása, ami az épületnek a külső homlokzat szigetelése, illetve talajnedvesség elleni szigetelés hajtottak végre. Ennek a befejezése megtörtént már. Egy végtelen kulturált külső kinézetű épületrel állunk szemben. Majd jövő héten, illetve csütörtökön, 23-án érkezik Szlovákiából a Tábori Tibor professzor barátomnak az felépítménye, ami sikertermék lesz a sportegyesületek életében, ami végsősorban egy kaptációs kazán, teljesen kiváltjuk a gázkazánokat, egy óriási nagy energiamegtakarítást eredményezünk ezáltal, a melegvízszolgáltatást végzi el a kavitációs kazán, és egyben adja a fűtést is. Az összes épületnek a fűtését meg fogjuk vele oldani, tehát mindenütt egy egyforma léghőmérsékletű levegő lesz az öltözőkben. Majd ennek további ésszerűsítésével elhelyezzük a napelemeket a tetőn, és teljesen kiváltjuk az elektromos áramot is ezáltal. Tehát ezzel a sportegyesületnek is büszkén jelenthetem, az önkormányzat pénztárcájába is teszünk egy kis apró pénzt ezáltal. Mert hisz a támogatásnak egy része bizony az energiafelhasználás nyalta el. És akkor beszélgessünk arról, hogy mindez pályázati pénzből sikerül megvalósítania az egyesületnek? Igen, hát ugye már most lehet látni a két cserepadot, ami két 10 személyes cserepad, egy végtelen kultúrált kinézete van neki. A régieket is meghagyjuk, mert hisz ahhoz emlékek kötődnek már, azokat kivittük az edzőpályánkra, hisz végsősorban az is hitelesített edzőpálya, tehát azon is bármikor egy bajnoki mérkőzést le tudunk bonyolítani. A reflektorokat még annyiban egészítettük, hogy feltettünk középre még két reflektort, amely szinte 90%-ig bevilágítja az egész pályát. És ilyenkor mindig azt szokom mondani, hogy boldogan kérek mindenkit, lábot, sportszerető emberét, és mozgás kultúrájában is sportszerető emberét, használják ki majd azt a lehetőséget, hogy a pályán nem csak délután, nem csak napközben, hanem akár este is villanyfénynél lehet mozogni. Mert hisz az az igaz, amikor látom saját árnyékomat, milyen boldogan tudok szaladni. És akkor beszélgessünk még a csapatról egy kicsit, akkor hány megye? 1, 2? Miben indulunk? Hát igen, maradtunk a megye 4-ben. Jelenleg következő szituáció miatt az utánpótlás kérdését kell nekünk megoldani, ez komoly feladatot jelent, mert hisz egy időben elég sokan eltávoztak az egyesülettől, és ezt az utánpótlást nekünk fel kell most építeni. Ehhez pedig idő kell. Ezt megértette az MLS is, a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatósága is, sőt a Felső Versenybizottsága is megértette ezt benne a központban, az MLS-ben is. Örömmel láttak volna bennünket a megye 2-be viszont, de ezt tudomásul kell vennünk, az utánpótlást tervszerűen fel kell építenünk, ehhez pedig egy év kell, én azt mondom, ez feltétlen kell. De ezt is most szeretném hogy azonnal igénybe venni a köznyilvánosságát, hogy bejelentsem azt is, hogy már úgy tervezzük a bajnokság indulásával, hogy az általános iskola vezetésével összeállítjuk az U7, 9, 11 és a 13-as csapatot, majd ketté válaszva őket, a bajnoki mérkőzések, a hazai bajnoki mérkőzések előtt 15-20 percet játszanak a fiúk mindig egyfajta bevezető mérkőzést, hogy szeressék meg a közönséget, szeressék meg a pályát, a játékkultúrát, és ez egy fantasztikus jó dolog lesz. Én szerintem most fognak majd igazán beírni azok az elképzelések, hogy jövőre tudunk kezdeni a megye 3-ba, mert hogy Isten esetleg feljebb egy kis készfogással. Akkor beszélgessünk a mai falunapról, hiszen ez egy kicsit a szórakozás, a közösség építése egyében telik. Mivel készült az egyesület a mai alkalomra? Úgy hívjuk mi ezt, hogy ez számunkra egy sikertermék ez, mert mi ilyenkor mindig szeretjük a babos csülökpörköltet elkészíteni, ami nagyon jól sikerült a Pápa Jani és a Hajdú Jani közreműködésével. Ők a két mesterszakács az egyesületnek, az ő közreműködésükkel elkészült, nagyon finom. Én nagyon-nagyon bízom abban, hogy a fiúk is majd 5 órára a programba ideérnek, és előtte bemelegítünk egy kis üdítővel, egy-két sörrel, egy-két 9 pohár borral, és hangulatos lesz ez a mai délután, én szerintem nagyon jó lesz. Bízom abban, hogy az időjárás felelős is meg
könyörül rajtunk és engedi, hogy normálisabbá tudjuk fejezni a falunapi rendezvényeket. Hát kívánom, hogy így legyen, a bajnokság kezdése pedig akkor jó felkészülést kívánok. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget! Adásunk folytatásában tiszteltel köszöntöm Andrássy Károlyné, Tóth Franciskát, jó estét kívánok, áldás békesség! Áldás békesség! Beszélgessünk egy-két az elmúlt időszakról a református gyülekezetek életében, hiszen itt a községben kettő is működik, és mindegyik nagyon aktív. Így van, hát falunap kapcsán is látjuk, hogy beneveztek a főzésbe a nagy meleg ellenére, úgyhogy minden elismerésünk a bátor asszonyoké. Fontosnak tartják ők is azt, hogy a közösség jelen is legyen, tehát ne csak ők maguk tudják azt, hogy vannak és van hova menni, van összetartó ereje ennek a közösségnek, de meg is mutassák azt, hogy ők vannak. És erre én is büszke vagyok, hogy nem kell őket tolni hátulról, hogy lássák a faluban, hogy létezik a gyülekezet, a református közösség, hanem ők maguk kezdeményezték ezt a főzést most már évek óta. És ugye a református gyülekezetek akkor nem csak a templomon belül alkotnak egy közösséget, hanem egyéb rendezvényeken is részt vesznek. Ennek egyik példája a falunap, emellett azonban meg annyi más programot is szerveznek, többek közt ugye nyári tábort a gyerekeknek. Így van. Bár most arról beszéltünk, hogy kivisszük a templomból a közösséget, de a nyári táborunknak inkább pont az a lényege, hogy a közösség, illetve azok a gyerekek, akik amúgy nem járnak templomba, nem járnak a parókián, csak legfeljebb elmennek mellette, hogy ők integrálódjanak, bejöjjenek, tehát ezt mindig kőkeményen a parókia udvarán, illetve a gyülekezeti épületeinkben tartjuk, ez fontos szempont, fontos cél, de megmutatjuk magunkat, hiszen tényleg nyitottak a programjaink, várunk rá bárkit. Szeretnénk tényleg olyan minőségi programot adni a falunak, a település gyermekeinek vagy felnőttjeinek, amit érdemes nézni, hallgatni. Fontos akkor, hogy ilyen formán is közelebb hozzuk úgymond az urat a falubeliekhez is. Így van, így van. Például nagyon nagy távlati célunk, bár egyre közelebb kerül hozzánk, hogy egy karizmatikus keresztény könnyűzenei előadót is meg szeretnénk hívni a közeljövőben a gyülekezet, viszont ennek szeretnénk, ha művelődési ház adna otthont. Erről is már beszélgettünk, már ilyen kis hátsó gondolatok már megvannak róla. Pályázat keretében sikerült a Hosszúfalvi templomot is felújítani. Tervezik-e folytatni akár azt a felújítást, akár a belső templomot? Hát erre egyelőre nincsen anyagi háttér, viszont szükség volna rá. Tehát főleg a lábodi gyülekezet kezdi kinőni azokat az épületi kereteket, ami jelenleg adott. Tehát mindenképpen gondolkodik a gyülekezet, de már ez hosszú éveknek a gondolkodása egy gyülekezeti épületbe. Egyelőre nincs rá forrás, tehát sehol nem látunk olyan kiírást, amire mi lecsaphatnánk. Minden más pályázaton indulunk, tehát bármi, ami megjelenik, ami jó lehet. Az alapítvány is nyert működési támogatást a tavasszal, illetve a görgei református gyülekezet nevében pályáztunk erre a terepjárós, kisbuszos történetre, és ott is az Isten kegyelméből sikerrel jártunk, úgyhogy tehát fejlődik a gyülekezet külső forrásokból is. Jó lenne, ha a lelki ház is úgy tudna épülni, hogy hát nem csak azt látnák, hogy minél csillogóbb kívülről, hanem tényleg a hitünkkel, a hitvallásunkkal tudnánk a falu közösségében jelen lenni. A mai alkalom is tekinthető egy kicsit ennek is? Hát reméljük. Reméljük, mert azért egy tányér meleg étel mellett, még ilyen melegben is, azért jó beszélgetések szoktak kialakulni, és olyanok is leülnek egymással beszélgetni, akik amúgy lehet, hogy az utcán épp csak köszönnek egymásnak, mert hú, most rohanunk. Ilyenkor meg van idő egy kicsit megállni. Egy-egy kérdés, egy-egy panasz előkerül, a panaszunknak a megoldása, hogy nekünk honnan van rá erő, és hát, ha ezek is bizonyságtételek lehetnek. Hát kívánom, hogy így lenne, és további kellemes napot kívánok. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Falunapi különkiadásunk utolsó vendégeként tisztelettel köszöntöm Róka Ottoné népművelőt. Jó estét, szia Szilvi! Javában zajlanak a programok kint a falunapon. Kicsit beszélgessünk arról, hogy az idei esztendőben milyen fellépőkkel, kikkel kedveskedtek a falubelieknek. A délutáni műsorblokkba meghívtuk a Dred és Doris együttest. 17 órai kezdettel léptek ők a színpadra, ami hát egy picit korainak
tűnik, de sajnos erre azért volt szükség, mert annyira sok fellépésük van, hogy csak ez az egy szabad időpontjuk volt, vagy pedig nagyon késő éjszakai. Tehát ez volt az oka annak, hogy ők 17 órakor kerültek színpadra, de megtelt a nézőtér, és mi úgy vettük észre a reakciókból, hogy tetszett mindenkinek a produkciójuk. Őket követte hamarosan egy humorista, akinél annyit szeretnék megemlíteni, hogy egy kis bal lépés történt az ügyben, nem a mi részünkről, ugyanis a műsorirodával mi egy másik előadóra kötöttünk szerződést, amit ők két héttel előtte felmondtak, vagyis nem ők, hanem maga a fellépő, és egy kényszer megoldás elé kerültünk, amikor is két humoristát felajánlottak helyette, és úgy került ide Ricsi fiú, aki hát egy kicsit megosztotta, megmondom őszintén, a résztvevőket. Nem igazán ezt várták az emberek, de azért én úgy gondolom, ő is letette, amit kellett az asztalra, és azért az a fél óra élvezhető volt, amit ő nyújtott. Ezt követően volt egy kicsit nagyobb színpadi műsor tekintetében egy nagyobb szünet, amikor én úgy láttam, hogy az egyesületek kényelmesen és nyugodtan megvacsoráztak, és készültek az esti produkcióra. Ezt mindig látványos volt, amikor kiürült a nézőtér, aminek ugye az az oka is volt, hogy a játékelemeket az óvoda udvarára helyeztük el, tehát a gyerekek és a gyerekes szülők, családok ott töltötték az idő nagy részét, de amint közeledett egy-egy műsornak az ideje, akkor szép lassan megtelt a nézőtér, és azért várták a produkciókat, ami ugye 8:30-kor következett, ami jelenleg is zajlik a Nagyatádi Kötélugró Klubnak az előadása. Egy nagyon színvonalas műsor, nagyon sokan érkeztek, kis bajolódás volt a színpadunk mérete miatt, de nagyon ügyesen megoldották, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon felkészült és ügyes, lelkes kis csapat volt. Most kíváncsian várjuk, az utolsó műsorszám előtt lesz egy kis technikai szünet, amikor is egy UV-s kötéllel és átöltözéssel készülnek, hogy közben besötétedik, és egy UV-fénnyel megvilágított környezetben lesz a záró produkciójuk, amihez kell egy kis sötétebb idő, ami hamarosan eljön, és akkor meg fogjuk nézni, hogy mit fognak még előadni nekünk. Majd őket mindjárt követni fogja, aki jelenleg már a helyszínen tartózkodik, egy tűztáncos hölgy, akiről annyit érdemes tudni, tűzszínháznak a vezetője, a PIR Kompánia nevű tűzszínház vezetője. Most ő egyedül érkezett hozzánk, de ígérete szerint minden eszközzel fog dolgozni, amivel a színház többi tagjával is ezt a műsort előadják. Nekik nagyon sokrétű produkciói vannak, reméljük, hogy a közeljövőben, hogyha a lehetőségeink engedik, meg fogjuk tudni hívni, ha nem is az egész társulatot, de több tagját a társulatnak, és akkor egy még látványosabb produkciót fognak előadni. A gyerekeknek szóló kísérő rendezvények mellett egyéb programokkal is vártátok az ide látogatókat. Őróluk mit kell tudni, kik is ők, mivel készültek ide a falunapra? Igen, most már több éve hagyomány, hogy a lábodi méhészek bemutatkoznak ezen a rendezvényen is. Az idén is érkeztek, és mézkóstolóval, termékbemutatóval színesítették a falunap műsorát. Sőt, az idén egy újdonság is volt, hogy két kézműves vásározót hívtunk, akik a saját kézműves termékeiket ki is állították, értékesítették is. Én úgy vettem észre, hogy elég sok érdeklődő volt, tehát érdekelte az embereket, szívesen nézelődtek a termékeik között. Mind az egyesületek szempontjából, mind pedig a falubelieket illetően eredményes volt ez a mai nap? Szilvi, mit lehet erről tudni, hogyan vélekednek a jelenlévők? Jól sikerültnek mondhatjuk. Az egyesületek, akik megjelentek és főztek, mindenki jó hangulatban, annak ellenére, hogy pokoli meleg van, de mindenki helytált és jókedvűen, minden problémamentesen lezajlott a mai nap. Köszönöm szépen a beszélgetést, Szilvi. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mai adásunk ezennel véget ért. Tartsanak velünk egy hónap múlva is. További szép estét, kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra!
Belső Somogy egyik legszebb strandja a Nagyatádi. A fürdőben egy 50 méteres feszített víztükrű úszómedence, egy élménymedence csúszdákkal, egy gyógyvizes termálmedence és egy gyermekpancsoló található. Gondozott, zöld területe ideális a kikapcsolódásra, a játékra s az ingyenes wifi elérhetőségnek köszönhetően internetezhetnek is a fürdőben a vendégek. Az intézményben új szolgáltatások is bevezetésre kerültek. A vízi pingpong, a vízi kosárlabda és a kapuk idősek és fiatalok kedvenc elfoglaltsága lett. Szombaton és vasárnap 14 és 16 órakor aquafitnessen vehetnek részt a mozgás szerelmesei. Emellett a saktáblát, a röplabdapályákat és a futballpályákat is ingyenesen használhatják a kikapcsolódni vágyok. Felnőtteknek 1400, gyerekeknek 600 forint a belépő. Ettől a szezontól bankkártyás és szépkártyás fizetésre is lehetőségük van a vendégeknek. A mozgáskorlátozottaknak 20% kedvezményt biztosítanak a fürdőbelépő árából. Hétfő, szerda és pénteki napokon kedvezményre jogosulnak a nagycsaládosok, illetve azok a kísérők, akik gyermekekkel érkeznek a strandra. Az atágyjegyet pedig azok vehetik igénybe, akik lakcímkártyájukkal igazolják, hogy Nagyatádon laknak, míg 16 óra után mindössze 700 forintért fürdőzhetünk az intézményben. A városi strand július 1-től reggel 9-től este 8 óráig tart nyitva. Látogasson el ön is a Nagyatádi fürdőbe, és élvezze a strand által kínált szolgáltatásokat. A tavasz beköszöntével újraéled a természet, de ha nem óvjuk, az emberi gondatlanság vizetes lehet. Az erdő és egyéb vegetáció tüzek a jelentős anyagi károk mellett az állatok és az emberek életét is veszélyeztetik. Egy tűz eloltása akár egy hét, a károk helyreállítása akár 100 év is lehet. Előzzük meg a tűzeseteket. Ne hagyjunk tüzet őrizetlenül. Ne égessünk tarlón vagy nádasban. Erdőben is csak a kijelölt tűzrakó helyeken gyújtsunk tüzet. Vegyük komolyan a tűzgyújtási tilalmat. Ne feledjük, körültekintéssel a tűzkár elkerülhető.